Újabb pályázatra nyílik lehetőségük a mezőgazdasági termelőknek október 1-től. Ekkortól nyújthatják be pályázati kérelmüket telepük fejlesztésére. A baromfi, sertés, szarvasmarha, juh és kecsketartó telepek vezetői, valamint lótenyésztők és méhészetek. Jelentős támogatást nyerhető ősztől többek között különböző technológiák beszerzésére, istálló építésére vagy éppen hőszigetelésre. Lényegében itt az állategészségügyhöz, takarmányozáshoz és az állattartáshoz kapcsolódó technológiák, építéssel járó technológiák fejlesztésére, korszerűsítésre és az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására, manipulálására szolgáló létesítményekre lehet pályázni. A támogatás célja az állattartó telepek megújítása. A szakember azt mondja, igen magas összegű támogatást lehet nyerni ezen a pályázaton. Az igényelhető támogatás akár 2 milliárd forint is lehet telepenként. Az alsó határok vannak ennél a pályázati kiírásnál meghatározva. A baromfi és sertéstartók ők minimálisan 100 millió forint támogatásra kell, hogy pályázzanak, vagy ennél nagyobb összegre. A szarvasmarha tartók esetében ez 50 millió, és a juh és kecsketartók és az egyéb állattartóknál 5 millió forint a minimális támogatási összeg. Az építési technológiákon kívül, és hát végül is az egész pályázaton belül bizonyos célterületek be vannak határolva. A projekt összegének a 25%-áig lehet pályázni gépekre is, különböző gépekre. Itt ezen a 25%-on belül takarmány előállítás, takarmány kezelés, takarmány tartósítás gépei, tehát itt egyszerűsítve például a szarvasmarhásoknál a zöld takarmány sor, tehát kasza, rendkezelő, bálázó és ehhez kapcsolódó dolgokra lehet pályázni. Egyéb részben lehet akár a takarmány tárolásra is, ott az épített és a nem épített technológia összességében 15% lehet, tehát a takarmány tárolásnak az épületei és gépei az egész projekt 15%-a. Szerves trágya szórás gépeire lehet pályázni. Az infrastruktúrális beruházásoknak is megvan, hogy milyen százalékban lehetnek a projekt részei. A feltételek közül az egyik legfontosabb, hogy bizonyos üzemméretnek meg kell lennie a gazdaságban. Aki ezekre a volumenekre pályázik, annál már általában megvan. Az adott célterület szerinti állatfajt kell tartani. A pályázatnál a üzemméretre ez a 6000 euró esti üzemméret, tehát ez a standard termelési érték van meghatározva, a fölötti üzemek pályázhatnak. És hát utána, amik nem feltételek, de pontozási szempontok nagyon lényegesek, hogy érdemes ő neki akkor megújuló energiát bevinni a pályázatba, vagy már meglévő megújuló energia termelő része kell, hogy legyen az üzemének, tehát például napelemek felhelyezése, energetikai korszerűsítés, tehát akár hőtechnikai, akár világítás, vagy használati melegvíz technológiába korszerűsítés célszerű beletenni a pályázatba. Ha foglalkoztatott bővítést vállal, akkor arra is szintén pontot kaphat. Ez az elnyert támogatási összeg és a foglalkoztatottak arányában van meghatározva, tehát aki nagyra pályázik, annak többet kell vállalnia. Pontozásban pluszpontot kapnak, akik hátrányos helyzetű, tehát ilyen fejlesztéssel érintett régiókban, járásokban élnek, gazdálkodnak. Október 1-től november 2-áig lehet pályázni első körben erre a pályázatra. A második szakasz január 4-e és február 1-e között lesz majd. A támogatás várható keretösszege 50 milliárd forint.